A ritka földi malacokból körülbelül 60 példány él a világ állatkertjeiben, ebből két egyed a győri állatkert lakója. A faj ritkasága miatt az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége tenyészprogramot működtet szaporításuk érdekében, ebben vesz részt a győri állatkert is. 2010-ben született először utódjuk a földi malacoknak, a második utód érkezésére pedig közel 5 évet kellett várni, végül február 2-án megszületett a második győri földi malackölyök. Egyelőre anyát és kicsinyét folyamatos megfigyelés alatt tartjuk. Szerencsére az anyuka jó anyának bizonyult, így a kicsi napról napra gyarapszik. Egyelőre egy elkülönített karanténban tartjuk őket, viszont néhány hét múlva már átkerülnek a földi malacházba, ahol a látogatók is megtekinthetik őket. Ott aztán... Köszönöm. 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 Köszönöm.